Ma elhoztam nektek a miket vettem mostanában következő részét. Megbeszéltük, hogy most így le fogom bontani nektek pár videóra, és nem egy hatalmasat zúdítok rátok, hanem ugye láthattatok tőlem már egy háztartási szerzemények videót, ezt ide kattintva meg tudjátok nézni, hogyha esetleg kimaradt volna az életetekből. Most pedig egy ilyen mindenes, vegyes hollal jöttem. Ezen kívül még lesz kettő, egy sminkes, mert hogy rendeltem az európai Morphe-nak az oldaláról kétszer is, és azt érdemes lesz, higgyetek el, érdemes lesz külön videóban megmutatnom. Még nem érkeztek meg egyébként a termékek, de az egy nagyon-nagyon szuper rendelés volt, és ezt mindenképpen külön videóban szeretném mutogatni. Illetve a másik videó az egy H&M rendelés lesz. Az is megír egy külön videót, mert kb. 3-4 hónap rendelését mutatom meg nektek, úgyhogy lényegében ez egy minden más, minden egyéb, ékszerek, nem is tudom, vegyes, tényleg, amit el tudtok képzelni, ami nem smink, meg nem ruha, az most itt van, oké? Ezeket fogjuk most megnézni. Kezdeném az ékszerekkel. Vettem 2 darab ékszert az utóbbi hónapokban, és ez a videó nem is most így egy hét szerzeményét mutatja be, hanem nagyjából olyan a nyári és az 1-2 héttel ezelőtti rendelést. Az első az egy óra, amit hát nagyjából névnapom környékén kaptam, névnapomra kaptam, és azt hiszem, hogy még nem mutattam nektek. Ez egy Michael Kors óra lenne, amit már láthatatok rajtam többször is, és sok kérdés is érkezett, hogy ez milyen óra rajtam. Ez a Michael Korsnak a két színű Lexington órája. Így néz ki. Arany és ezüst színben pompázik. Lényegében, hát nem is tudom mikor, valamikor így még a lezárás, a kijárási korlátozás környékén láttam meg ezt az órát, és valahogy nekem nagyon komfortzónámon kívül esett magának az órának így a stílusa, hogy így az arany meg az ezüst is így kombinálva van, és nekem az, hogy az arany melegsége meg az ezüst hidegsége így össze van tolva, az nekem úgy valahogy nem volt stílusom, és pont egy házat néztünk, nem is tudom, szintén még a lezárás idején, amikor tudjátok, ez a kijárás korlátozás volt, és akkor az eladó hölgyön, aki mutatta nekünk a házat, egy ilyen óra volt, csak a nagyobb verzióban, és nagyon-nagyon megtetszett. Rajta pedig egy ilyen egyszerű, ilyen lazább szett volt, én pedig ezt az órát nagyon ilyen elegánsnak képzeltem, és úgy voltam vele, hogy nekem erre nincs szükségem, mert úgy 50-50%-ban elegáns, meg ilyen lazább stílust képviselek, és szeretek lazábban is felöltözni, meg szeretek elegánsabban is, és úgy voltam vele, hogy ezt nem fogom tudni kihasználni. De amikor megláttam a hölgyön ezt az órát, akkor így konstatáltam, hogy ez az óra lényegében ugyanúgy egy Converse fehér pólós összeállítása, meg egy magas sarkós, inges, elegánsabb összeállításod is nagyon jól kihasználható, és valahogy úgy megtetszett, és most már így megbarátkoztam ezzel a két tónussal. Ennek hivatalosan is az a neve, hogy Two Tone Lexington, ez a fantázia neve, ugye, hogy két tónusú darab, ebből ugye van a három tónusú is, hogyha esetleg valakit érdekelne, az azért már egy kicsit merészebbeknek való, bár mondjuk azon is gondolkodtam, mikor mielőtt megrendeltem volna. És az arany, ezüst meg rose gold színű lett volna, de az már tényleg túlmutatott rajtam. Viszont ezt azóta imádom, nagyon-nagyon szeretem, majdhogy nem a kedvenc órám már nőtte ki magát, és nekem nincs sok órám egyébként. Én nem vagyok az a sűrűn órát váltogató típus, van 3 darab órám egyébként. Van egy ezüst Michael Korsom, az ilyen kék számlapos, meg van egy sima, nagyon vékony, nagyon kis átmérőjű fosszilom, ami igazából ez a három, ezeket kombinálom, de hogy őszinte legyek, most ez lett a favoritom.
Aztán a következő egy gyűrű, amit nem terveztem megvenni, de azt vettem észre, hogy akkor vannak a legjobb vásárlásaim, amikor valamit nem tervezek, és így impulzus vásárlásként veszem őket. Régen nem így volt, régen, amikor impulzusból vásároltam, és ilyen nagyon, hogy mondjam így, nem terveztem, és csak így a hív vitt előre, akkor elég rossz vásárlásokat tudtam csinálni, de ennek most nagyon-nagyon örülök. Ez a gyűrű, ami most az ujjaimon van, ezt szereztem be a Napfényparkban lévő ékszerüzletben. Nem tudom, mi a neve, fogalmam sincs, de hogy valamiért mentem arra, talán a patikába mentem, és ki volt írva, hogy 30% arany, fehér arany, meg talán az egész kínálatra, ezüstre, több milyen ékszere volt kedvezmény, és én csak úgy bementem, mondom, kicsit eltöltöm még az itt az időmet, talán sose voltam még abban az üzletben bent, és hát kérdezte ott az eladó, hogy segíthetem, mondom, megnézem a gyűrűket, egy effene, de tényleg még akkor sem volt bennem, hogy én bármit szeretnék vásárolni, és akkor csak így hát végigfutott a szemem így a, amit tudja, ezek az a gyűrűtartóban lévő gyűrűkön, és ezt megláttam, és így mondom, te jó ég, ez a gyűrű a tökéletesség tökéletessége. Nagyon tetszik ez a, nagyon tetszik a formája, nagyon tetszik maga a kialakítása, pont jó erre a középső ujjamra, erre az ujjamra kerestem hasonló formájú gyűrűt, de akkor így az agyamban nem volt bennem, hogy azért megyek ebbe az üzletbe, mert hogy ilyenfajta gyűrűt akarok. Úgyhogy ez egy ilyen tök jó kis véletlen volt, hogy sikerült ezt beszereznem. Bezek, hogyha szerettem volna egyébként, és úgy indultam volna el, hogy szeretnék egy ilyesfajta gyűrűt, akkor persze nem találom. És ez így az egész vásárlási morálomra egyébként tökre érvényes, hogy amikor elmegyek valamit venni, kitűzöm, hogy oké, most egy fehér inget akarok venni, akkor nem találok fehér inget, hanem találok mondjuk farmert. Ha elmegyek farmert venni, akkor mit fogok találni? Gyűrűt. Ha éppen gyűrűt szeretnék elmenni, elmenni venni, akkor tudja, hogy valami tök más találok, de nem baj. Így van ez jól. Aztán a patikában vettem egy La Roche-Posay Effaclar Duo Plus krémet, mert hogy nekem ez egyébként favoritom, csak így időszakosan. Azt vettem észre, hogyha húzamosabb ideig használom, akkor valahogy így megszokja az arcbőröm, és nem olyan hatásfokkal működik, és nem olyan intenzíven működik a pattanások ellen, mint az elején. Úgyhogy azt szoktam csinálni, hogy elfogyasztok belőle mondjuk egy tubussal, akkor pár hónapot mondjuk más használok, ugye megvettem az akneroxidot, ezt egyébként egy picit jobban favorizálom, mert nem annyira erős, mint az akneroxid, de például az sem rossz, de hogy nekem ez az ilyen nem tudom, mindennapi arckrémem így a pattanásos bőrömre, úgyhogy megvettem, mert elfogyott a másik tubusom. Aztán idehoztam nektek a többi szerzeményeket, azt a cégek küldték nekem, és akkor megmutatom azt, amit én vettem, és erről már volt is szó. Egy vlogban említettem nektek, hogy hát ez egy nagyon kalandos rendelés volt, a Key Australiától rendeltem napszemüvegeket, ugyanis volt náluk valamilyen akció, hogy ingyenes szállítás, és hogyha kettő szemcsit rendelsz, akkor valamilyen extra kedvezményt kapsz, és hát én éltem ezzel a kedvezménnyel. Volt kettő szemüveg, amit én már régóta kinéztem magamnak, és úgy voltam vele, hogy most vagy soha. Ezeknek az a története, hogy lényegében véletlenül figyelmetlenségből kétszer rendeltem meg őket, és hát az első rendelés, azt hittem, hogy nem ment végbe, mert a telefonomon adtam le a rendelést, és Apple Pay-re akartam fizetni, de az nem működött, és valahogy nem, valami nem volt jó, és jóval mondom, oké, ráhagytam, mondom, este majd megrendelem a laptopomról. És rá két nappal kiderült, hogy duplán vonta le, és így gondoltam, hogy nagyon megnézem, hogy mi itt a helyzet, és rá kellett jönnök, hogy mind a kettő rendelés így végbe ment, vagy így végigfutott. És hát igen, figyelmetlenségből kétszer sikerült megrendelni, mert a telefonos rendelés is valid volt, meg a laptopon történő rendelés is. Na, a lényeg, hogy mind a kettőt elküldték, úgyhogy ez a csomag már megérkezett. A másik az nem tudom, hogy hol van, amit a laptopon rendeltem, és csak 4-5 óra elteltével az még nem érkezett meg. Ez már megérkezett, és nagyon-nagyon boldog vagyok ezzel a rendeléssel. Tényleg úgy érzem, hogy egy nagyon különleges, nagyon
egyedi, minőségi napszemüvegeket sikerült rendelnem magamnak. És még nem használtam őket, mert még nem volt olyan jó idő, hogy süssön a nap, most süt a nap, és majd az egyiket fel is fogom ma venni. De két szemüveg közül a kettő tök más stílusú. Az egyik egy aviátor, a másik pedig egy ilyen elegánsabb darab. Az aviátor az egy nagy-nagy klasszikus a Key Australia-nak a történetében, és szerintem a legkülönlegesebb aviátor, ami valaha létezett. Így néz ki. Jó, hát semmit nem látok, tudom, de mindjárt lekerül róla a lepel. Csodálatos, csodálatos. Közben pedig Luffy itt van az ölemben. Nem. Ne nózízd össze. Na, mutatom is nektek, ez a Key Australia-nak a High Key nevezetű aviátora a normál méretezésben. Hát most mondjátok, hogy nem egy tökéletes aviátor. Szerintem ennél szuperebb, ennél klasszabb aviátor darabot még kitalálni se lehetne, és ez, hogy így ilyen ombrés, vagy ilyen, hát az a neve, hogy high key fade, black fade, hogy ilyen elmosódott itt az anyjánál, majdhogy nem itt teljesen átlátszó, és itt meg ugye fekete, és imádom. Szóval hihetetlenül masszív, kényelmes, nem esik le a fejemről, hiába bárhogy tudom mozgatni a fejemet, nem esik le, szóval a legcsodálatosabb darab, amit én el tudok képzelni. És nagyon örülök neki, hogy megrendeltem. Ez a normál méret. Ennél van egy kisebb, ha valakinek ez túl nagy lenne az átmérője, de nekem a nagy fejemhez szerintem ez pont jó. Valljuk be őszintén, hogy szerintem ez az én méreteimhez ideális. És a másik, az a szöges ellentéte, hogyha lehet így mondani, az egy nagyon elegáns darab, amit hogy én inkább azt ilyen elegánsabb szettekhez tudom elképzelni, ezt meg inkább ilyen lazább szettekhez, de éppen kinek milyen ízlése van. A másik egy szintén csodálatos darab. És ember az volt a koncepció, mikor rendeltem, hogy csak az egyiket tartom meg, és a másikat majd eladom, vagy visszaküldöm, vagy bármi. Hát mind a kettőt megtartom, mert csodálatosak. Ez az IC névre hallgat, az a neve, hogy IC, és ez is egy ilyen fade, hogy mondjam, ilyen világosított fazon, ami így néz ki. Látjátok, ez is olyan, hogy itt át lehet látni. Mármint, hogy itt ilyen, itt nagyon sötét fekete, és akkor így világosodik, szinte áttetszővé válik, és én nem tudom, írjátok le, hogy szerintetek milyen, de én ennél klasszabb szemüveget, hát én nem tudom, komolyan. És ez egy közép árkategóriának számító szemüveg, és hihetetlen jó minőségű, masszív, nem esik le hiába, nem csúszik le a fejemről, nincs, imádom. Tehát nem tudok rosszat mondani rá. És ebből több szín is van, az aviátorból is van aranyszínű, ezüstszínű, rózsgold színű, csomó van egyébként. Ez a kettő szerintem ilyen klasszikusabb darab, és ezeket választottam. És talán az egyik legjobb vásár így napszemüveg tekintetében, mert csodálatosak, tényleg én csak jókat tudok róla mondani, és egyelőre még ilyen nagyon őrző-védő fázisban vagyok. Visszarakom rá így a csomagolást, hogy nekem meg ne sérüljön, vagy ne legyen vele bármi probléma. És egyébként 58 euróba kerül darabja, hogyha valakit esetleg érdekel, úgyhogy egy abszolút olcsó árkategóriás szemüvegnek számít. De gyere, ugorj fel nyugodtan, gyere, tisza, hopp! Szóval abszolút egy olcsóbb kategóriának, olcsó árkategóriába sorolandó, így középnek a legalja, de Amerikában hihetetlenül nagy világát éli, rengeteg híressége volt már kollaborációja a márkának. Volt J.Lo-s kollaboráció, Chrissy Teigen-es, akkor youtuberes kollaboráció is volt, és nagyon sokan, szóval beírjátok, hogy Key Australia
YouTube-on nagyon sok unboxingot, nagyon sok ilyen kedvences videót dob ki, szóval, hogy Magyarországon szerencsére annyira nem elterjedt. Én nagyon szeretem az ilyen különleges darabokat, amik így nem jönnek velem szembe. Főleg valahogy az aviátor szerintem, én ilyet még így Magyarországon nem is próbáltam. Ember, hát napszemüveget venni online nagyon rizikós, mert nem, ez főleg nekem a széles és nagy kerek fejemre nem minden állám jól. Úgyhogy én is úgy voltam vele, hogy így csuriba az ujjam, és remélem, hogy jól fognak állni, de nagyon örülök neki, hogy ilyen jók lettek. Na de, mehetünk a következő pár darabra, ezeket cégek küldték nekem. Lényegében kettő márkáról lesz szó, az egyik az Aurora Candle, a másik pedig a Tindigo. A Tindigótól kaptam három terméket. Kettő van most itt nálam, mert most jut eszembe, hogy a harmadik az a hűtőben van, az egy C-vitaminos szérum a Tindigótól, az a Shake & Shine, a világ legjobb C-vitaminos szérumja, csak hogy így tisztázzuk így az előjárókban a dolgokat. Aztán kaptam egy olajat, aminek a Rich & Cozy nevezetű fantázia neve van. Ildi megkeresett ugye engem, vagyis hát az ő egyik kollégája, alkalmazottja megkeresett engem, hogy választhatok három terméket, vagy amennyit szeretnék, és nekem ezre a háromra, az említett ugye szérumra, erre a szemkörnyékápolóra, meg erre az olajra esett a választásom, és a szemkörnyékápolót már próbáltam, a szérumot már próbáltam. Ez valahogy úgy nagyon kiesett az én látószögemből, alapvetően száraz bőröm van, de még nem találtam egy olyan olajat, amit így rendszeresen tudnék használni jó szívvel, és úgy voltam vele, hogy nagyon kipróbálom az arcbőrömre, lehet használni egyébként testre is. Én például kipróbáltam a körömágybőrre, kipróbáltam a kézfejemre, ugye, ami ugye rajta maradt az arcomnak az eldolgozása után, kipróbáltam, és szerintem nagyon-nagyon szuper, és valószínűleg ilyen 99%-ra tudom mondani, hogy kedvences videóban is benne lesz, mert nagyon-nagyon megszerettem. És ugye a szérumot, a C-vitaminos szérumról szerintem már nem fogok bővebben beszélni úgy nagy vonalakban, mert tudjátok, hogy ezt imádom. A szemkörnyékápolót, a C-vitaminos szemkörnyékápolót is újra kértem, mert hogy ez is egy nagyon-nagyon szuper szemkörnyékápoló, könnyen beszívódik, jó érzés, szerintem így, hogy mondjam, megelőzés szempontjából ez nagyon-nagyon szuper. Azt nem tudom, hogy ilyen 50-60 pluszosoknak mennyire lehet jó, ez eleve kialakult ráncokra, de szerintem inkább abban segít, hogy esetlegesen az ilyen pluszban kialakult ráncokat mondjuk kevésbé jelennek meg, vagy jelennének meg, vagy picit olyan prevenció jelleggel bír. És végül, de határozottan nem utolsó sorban, majd, hogy nem a kedvencemet hagytam így utoljára, az Aurora gyertyákat, ugyanis tőlük is kaptam három darab gyertyát, amiket én választhattam ki személyesen, mármint, hogy ízlésemnek megfelelően, hogy melyik illatokat szeretném, és kaptam kettő elegáns gyertyát, ezeket a kiszereléseket elegáns vonalban lehet sorolni, ez a fantázia nevük, hogy ezek az elegáns gyertyák, és kaptam egy vintage, ezt a klasszikus gyertyát, hát látjátok, hogy ezt is már használgattam. Ez a Havas Szilva és Rózsa nevezetű gyertya, ami azt kell, hogy mondjam, hogy nem annyira nyerte el a tetszésemet, de ezen felül baromira intenzív és hihetetlenül kellemes így maga az élmény, amikor meggyújtom, de nem lett kedvencem az a helyzet, mert hogy se a szilvát, se a rózsát nem érzem ki belőle, viszont egy ilyen hidegebb, édeskésebb édeskésebb illat, de szerintem nem fogom újra rendelni, vagy ilyesmi, mert hogy valahogy így kicsit így nem én vagyok. Viszont a másik kettő abszolút az én kedvenceim közé sorolandó, és bekerültek a kedvenceimbe. Az egyik az én all time favorite, hihetetlen nagy klasszikus kedvencem, a diótörő. Én emellett kampányolok már hónapok óta, amióta kipróbáltam, egyszerűen ez egy csodálatos illat, és az Aurora annyira szuper jól eltalálta ezt az illatot, ugyanis a csodák csodája. Ennél jobban nem is tudnám leírni nektek. Egy ilyen mézes diós, egy ilyen különleges, nagyon karakteres, nagyon intenzív, csodálatos illat. Tényleg ki kell, hogy próbáljátok, mert nekem ez a kedvenc
gyertyám. Megkérdezi valaki, szia Anikó, mi a kedvenc gyertyád? Ez. Úgyhogy így rövidre is fogom a történetet, mert hogy nekem ez a minden márka közül, minden illat közül a kedvencem. Úgyhogy ezt újra kértem, hogy küldjék nekem, amikor választhattam, illetve most az új kiadásból, ebből a Pumpkin Spice Latte-ból kértem, mert hogy kérdeztétek párom, hogy milyen, próbáltam én már szimpatikus számotokra is, hogy mondjak róla a vélemény. Az a helyzet, hogy ez az első olyan Pumpkin Spice-os gyertya, pedig próbáltam nagyon sok márkától nagyon sok darabot. Ez az első olyan, amiben tényleg érződik a tök, és ez az édesebb tök, és nem az a nagyon fűszeres, fahéjas illat viszi el az egész gyertyát. Úgyhogy nagyon tudom nektek ajánlani, ez is nagyon intenzív, nagyon különleges, nagyon minőségi darabok, szuperül égnek, egyszerűen az utolsó cseppet el lehet használni, és nem pazarolja az ember a gyertyákat, meg a viaszt, nem mellesleg csodás a kiszerelés. Én így ebben a dobozkában szoktam tárolni, mert úgy vagyok vele, hogy ha már adják hozzá ezt a dobozt, akkor nem fogom kidobni, és igaz, valamelyiket eltépem, de ebben szoktam így használni. Vagy nem ebben használom, nem, ki szoktam menni, de ebben szoktam tárolni a gyertyákat, miután elfújtam, újból megdermedtek és másik illatot gyújtottam, úgyhogy ezeket is nagyon tudom nektek ajánlani, hogyha esetleg érdekel titeket. Szerintem ennyi volt a mostani szerzeményes videó, következőleg a Morphe-s rendelés fog következni, vagy a H&M-es, attól függ, hogy melyiket fogom hamarabb felvenni, és melyik szavazzátok meg, jó? Inkább szavazásra bocsájtom, hogy melyik legyen a következő, illetve ma úgy is fogok nektek vlogolni, úgyhogy lehet, hogy ezután nem egyből megint egy haul videót, hogy ne legyen itt ilyen túlzások, és ne csömörjetek meg. Szóval értitek, ne legyen az, hogy túl sok ilyen szerzeményes videó, úgyhogy utána szerintem e videó után egy vlogot fogtok látni, és akkor utána valamikor egy haul videót is. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy hasznos volt számotokra. Hogyha valamivel, bármivel kapcsolatban van valami kérdésetek, akkor állok elébe, nyugodtan tegyétek fel a kommentben, vagy Instagramon, vagy e-mailben. Hogyha hamarabb szeretnétek választ kapni a kérdésétekre, akkor inkább Instagramon dobjatok egy üzit, mert ott kicsit olyan kötetlenebbül tudok nektek válaszolni, és gyorsabban, mint az e-mailre, mert e-mailben küldtek egy e-mailt, akkor nem tudom csak így rávágni, hogy szia, igen, innen van, hanem akkor már egy elég hosszú e-mail kerekedik ki belőle, és akkor az picit hosszadalmas, de hogyha dobtok egy üzenetet, vagy egy kommentet, vagy Instagramon, vagy bármi, akkor igyekszem minél hamarabb válaszolni nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is, sziasztok!